In medias res, az előjáték helyett azonnal belecsapunk a dolgok közepébe. Jön a női kézilabda bajnokság első játéknapja 2016-ból. Ráadásul a 12. forduló után legkiélezettebb meccsővel folytatjuk, hiszen a negyedik helyezett Érd a hatodik Váchoz látogat. Köszöntöm Önöket, Márkos Ádámot hallják. 46 nap után lép pályára újfent az élvonalban az Érd. Szabó Edina csapata a legutóbb a Siófok ellen hazai környezetben szenvedett vereséget, amely azért pikáns, mert a tavalyi bronzérmes jóval eredményesebb idáig idegenben, mint otthon. Ám még mielőtt kikiáltanánk egyértelmű favoritnak Livinjéket, nem szabad elfelejteni, hogy a szeptemberi nyitányon egyszer már megtréfálta a Vác az Érdet, amikor 18-16-ra győzött Uras Bregár alakulata, igaz, azóta már kezd összeállni az érdiek gépezete is, amelyből továbbra is hiányzik Bulatovics, rajta kívül viszont mindenki hadrafogható, azaz Grinyeva, Takács, Bernát, Vajda, Szabó, Januri, Kisaludi, Klivinyi, Gulyás, Fekete, Szinyáté, Havronyina, Krüpeszezák, Győri, Barján és Mireja González alkotja Szabó Edina csapatát ezen a napon. Nincs nehéz dolgunk akkor sem, ha azt akarjuk megindokolni, hogy miért nem egyértelmű esélyes a Vác sem. Elég csak a Dunakanyariak utolsó NB1-es meccsét megnézni. Az MTK elleni hazai bukás ugyanis aligha kalkulálta be előzetesen az idény meglepetés együttese. Ami a hazai a keretét illeti, Balog, Tóth, Sós, Hámori, Farkas, Felcéder, Vukcevics, Grósz, Hansági, Bíró, Jovetic, Szondi, Vasics, Ertül, Liszcevics és Helenbai. Belülük gazdálkodhat a mai napon Uros Bregár. Legutóbb azért 26-16-ra győzött akkor, amikor itt csaptak össze a csapatok. Igaz, az akkori részevők fele kicserélődött napjainkra, ellentétben a két játékvezetővel. A 2014 októberi meccshez hasonlóan ugyanis, ismét Andorka Miklós és Hukker Róbert fújja majd a sípot. Ebben az évadban mindössze ez a negyedik női meccse a kettősnek. Közreműködtek például az Érd Mosonmagyaróvár elleni 23-18-as sikerénél is. A Vác kezdi majd a mérkőzést. Piros-kékben láthatjuk a hazai csapatot. Szara Vukcevics, az egykori érdi beálló, hozta játékba a labdát. Jovetics a jobb szélen, Hámori lesz a jobb átlövő, nem meglepetés az irányító személye, hiszen Krisztina Liszcevics ott volt a világbajnokságon is, Szerbia színeiben. Vasics! Hámori Szinyáté próbálta megállítani az első szabaddobás a találkozón. Januri kezd az érdiek kapujában. Vasics! Jovetics! Jó védekezés! Fekete szabálytalankodott, Klivinyi pedig Vukcevicset próbálta kivonni a forgalomból. Telcéder egyébként a bal szélső a Vácnál, az ő nevével voltam még adós. Kisfaludi lépett ki Liszcevicsre, Klivinyi pedig ezúttal is hatékonyan védekezett Hámori konszuélán. Ki ne tudná, Klivinyi a Vác együttesét hagyta ott 2013-ban az Érd kedvéért, most pedig Hámori teszi tovább mellette a labdát, Jovetics pedig előnyhöz juttatja a hazai csapatot. A 13. a góllövő listán Diana Jovetics, igaz, annál a eredményesebb jobbszélső a bajnokságban. Jelesül Katarina Krüpesz-Szezák, aki most kapja a labdát, ő vezeti holtversenyben Orbán Anna Máriával a mesterlövésznők listáját. Klivinyi, Mireja González a jobb átlövő, Klivinyi irányít, Kisfaludi a beálló, Szinyáté a bal átlövő. Klivinyi, nincsen szabálytalanság sem Szinyátéval, sem Klivinyivel szembe belemenés. Ragyogóan harcoltak ki Krüpesz-Szezák, akinek egyébként az egyik legjobb barátnője a Faltolt Liszcevics. Mind a ketten Szomborból származnak, és korábban szerepeltek is egy csapatban. Állítólag egyébként egy szerb különítmény is érkezett a Vajdaságból, és igen, csak nehéz dolguk van, kinek szurkoljanak. Klivinyi! Mireja González, Krüpesz-Szezák megjátszható, szabad dobás. Mireja González, Klivinyi kezében dadogott a labda, Pelcéder jött ki zavarót védekezni, Vukcevics pedig elhalászta Krüpesz-Szezáktól a labdát. Bíró. Liszcevics, sikerült azért meggyógyítani Liszcevicset. Középen pedig a sárga lap, Mariama Szinyáténak.
Kiváló a hangulat egyébként a Váci Város és sportcsarnokban. Hámori. Liszcsevics. Jovetic húzódott be középre, Basics, Liszcsevics. Basics jobb kézzel. Elég erős löket volt, láthatjuk, hogy a bordás arról sem tudja Januri kiszedni. Nem talált azonban célt 3 perc elteltével. Livigny. Befutott fekete a falba, Szinyáté. Talpról tüzelt, bíró védett. A 4 gulcsencsér a magyar válogatottnak egyaránt jobban védett bíró Blanka, mint kollégiája kis Éva. Ügyes betörés, Janurikról azonban a kapufára pattan. Még egy sárga lap, Klivinyi Kinga, a szankcionált játékos. Két játékos adott a magyar, 2 pedig a szerb válogatottba. A 2 csapat, 1-1 a megoszlás, Janurik és bíró volt a magyar válogatott 2 kapusa. Igaz, Janurik csak tartalék volt Németh András keretében, Liszcsevics és Krüpes Szezák pedig a szerb színeket képviselte. Újabb rontás, Mireja González nem tudta birtokba venni a labdát. Basics. Próbálja lassítani a játékot a Vác. Elég kapkodó volt mind a 2 fél támadásban idáig. Liszcsevics. Basics. Kisfaludi lépett ki a szaggatotton túlra, Szinyáté pedig felhúzza Vukcevic mezét, Basics, kifogta Janurék. Tehát nem azért kellett volna szabadot adni, mint amiért fújtak. Szinyáté megmozdulása viszont szinte bizonyosan nem volt szabályos. Basics mutatja be a figurát. Vukcevics eddig kihúzódik a 2-es időre, Klivinyire. Hámori. Elég passzív, gyanús leszem hozzá halkan, Basics, Hámori. Betör, Januriknak ez csemegel. 2 évvel meghosszabbította a szerződését Janurik Kinga az érdnél, csak úgy, mint Kisfaludi Anett, illetve Katerina Krüpes Szezák is hosszabb távra tervez a tavalyi idény bronzérmesénél. Szinyáté. Komoly üzenet a jövő évre egyébként, hogy az érdi kulcsemberek maradnak. Szabó Edina alakulatában, Mireja González, Szinyáté. Fölé megy. Nem kezdi most sem jól támadáson a meccset azért. Az őszi találkozón 14 perc alatt mindössze 1 gólt szerzett Szabó Edina csapata. Januriktól elvették ezt a bravúrt. Hozzáteszem halkan, hogy ez nem faltnak, hanem lépésnek tűnt elsősorban. Lényeg a lényeg, Liszcsevics kapott szabadot. Felcéder. Basics. Basics a fején találta a labda. Szinyáté pedig, Mireja Gonzáleshez passzol, mert tovább 1-1. Fekete is élt a meccs első kiállítása, alig, hanem Krisztina Liszcsevics elég otromba megoldását láttuk Mireja Gonzáleshez szemben. Találkoztak egyébként korábban más nemzet pontvadászatában is, még a francia bajnokságban egy Metz Bizsano ütközet során, abból Liszcsevics jött ki jobban, ebből viszont a spanyol átlövő. 1-1 érdi emberelőny. Jovetic. Hámori irányít, Felcéderbe húzódott középre, de alig, hanem majd visszafoglalja a helyét Basics a figura elindultával. Hámori. Ujjás megtartotta, Jovetic. Sokat lépett, szabad dobás kifelé, és 2-es emberelőnyben támad azért, mert Jovetic fennmarad. Szinyáté. Kisvaludé, jó ütemben teszi tovább, kapufa. Fekete rontott bele az akcióba. A kiállítás fele pergett le. Jovetic, Hámori. Vukcevic húzódott ki a szélre. 2 meccset kihagyott egyébként az őszi szezonban. Dán még nem teljesen 100%-os. Basics.
Hámori. Gulyás mellett, ez is belemenő szagú volt. Szinyátéval szemben, igaz, Gulyás tovább tette. Hámorit egy harasszal, ezért járt a szabad dobás. Hámori, Gulyás ragadta meg a nyakát. 2 perc. Nem nagyon lehet vitatkozni az ítéleten. Elragadta a hív az érdiek második számú beállóját. Csere a Vácnál, Vukcevic lemegy. Próbál maradni váratlant húzni, Uros Bregár. Másfél percig lesz ember előnyben a csapata. 15 másodpercig még. 5-5 a két fél. Sós kiarcol egy büntetőt. Bejött a váratlan megmozdulás. Érkezik Svetlana Gridnyeva a kapuba. Természetesen élteti az érdi tábor a bajnokság korelnök nőjét. Tóth Eszter végzi el a büntetőt. Bepöttyintette Tóth Eszter. Kíváncsian vártam, hogy kivel löveti majd Bregára a büntetőt, hiszen Grósz Kritti 4-1 lőtt az őszi meccsen Gridnyevának. Most nem vele kacérkodott az edzők. Livinyin a megkülönböztető. 1-20-ig Váci ember előny. Szinyáté. Felépített támadásról nem volt még gólja az érdnek. Szinyáté. Mireia González kibillenti a védőjét. Ambíciózus volt. 2-2. Mosár van. Akcióból is gólja az érdek, nem csak lerohanásból. Vesics mutatja be a figurát. Hámori. Vukcevic visszafoglalta a helyét a beálló pozíciójában. Hámori. Vesics közvelő, Janurik. Csemege az ő szintjén. Először vezethet az érdi csapat. Kisfaludi. Feketét pedig leküldi Szabó Edina, jön Klivinyi. Most már nem megkülönböztetőben. Kisfaludi. Szinyáté. Mireia González megtartja még a labdát, Basincsal szemben. Szinyáté, bíró. Nagy meccs a két kapus között. Egyelőre eldöntetlen, csak úgy, mint a mérkőzés. Sós. Lépés. Dán Sós vált be a legkevésbé a nyári igazolások közül a Vácnál. Jelentős átalakuláson ment keresztül mind a két csapat. Sós, Liszcsevic, Basics vagy éppen Vukcevic, a Vác új emberei. Az érnél pedig most, ami a kezdőt illeti, Mireia González az, aki új szerzemény, valamint Fekete Bozsana, Livinyi. Szabad dobás befelé. Livinyi, neki van a legtöbb akciógólja a bajnokságban. Azért ez sem egy rossz mutató. Krüpeszezák, Szinyáté. Egyenlő létszámban a két fél, mondanom sem kell. Szinyáté, kijön a kapufáról. Nagyon hektikus meccs idáig. Hámori. Visszahozza Liszcsevicset az edző, Sós igencsak indiszponált formát mutatott. Basics, Liszcsevic. Kisfaludi néha kijön zavarót védekezni, Hámori. Ezt most nagyon jól ismerte fel. Ismét a Vácnál az előny, egyszer sem vezetett még az ért. Klivinyi egyenlő, 3-3. A 2011-12-es szezon volt a csúcsa. A Vác színeiben 20 alapszakasz meccsen 143 gólt vágott Klivinyi. Több mint 7-es átlaga volt akkor. Most 5,5-en áll, ez sem egy vállalhatatlan mutató, sőt, Liszcsevic. Kisfaludival szemben Basics. Nem tudta lehúzni a szélre, Basics ellen a hiba.
Janurik. Kilivinyi. Szinyáté végig az akcióban. Kisvaludi. Befutott Krüpeszezák. Középen pedig egy szabálytalanság. Krüpeszezák ott ragadta meg folyamatában. Basics. Pelcider pedig előtte faltolt, övé a sárga. Szabó Edina próbálta átüvölteni ezt a közel 1000 embert. Nem kis mutatvány. Nem megy be. A kapufára jött ki Kilivinyi akciója. 3-3 a 13. percben. Basics. Belemenés volt. Hámori. Jól védekezett Kilivinyi. Az érdi meccsen az első két akciót Hámori Kilivinyin keresztül vitte végig. Egy gólt és egy büntetőt harcolt ki. Most nagyon felszívta magát Kilivinyi védekezésben. Mireja González. Ő pedig megszerzi az ér számára az első alkalommal a vezetést. A második gólja a jobb átlövőnek. 3-4. Farkas Veronika a pályán. Tavaly második volt a Vácházi góllövő listáján, most sokkal kevesebb szerepet kap. Basics. Hámori. Ez szlalom és egy hetes. Belülvédekezés az indok. Megint Tóth Eszter vállalja magára. Ő is sérült volt korábban egyébként. 20 meccsen 45 gólja volt tavaly, most 11 meccsen 17 találata, illetve a 12. meccsén, hiszen már beleszámoltam a büntető gólját is. Nem megy be! Annyira túlejezte Tóth Eszter Grignyevával szemben, hogy a kapufa lapjáról kifele jött a labda. Először lehet 2 gól a különbség a 15. perc kezdetén. Kilivinyi. Hogy találta meg a területet Kilivinyi? Ragyogó felismerés és egy gyönyörű gól. A Kisvaludival szembeni tevékenység miatt pedig Vukcevic kap egy sárga cédulát. Teljes joggal. Kilivinyi is 2 gólos, csak hogy mint Mireja González. Farkas. Basics. Megint pihenteti Liszcsevicset az edző. Vukcsevicset eldobta Kisvaludi. Jovetic. Ő pedig bevágja a 4. váci találatot. Újabb 2 perc. Szinyatéra fújják. A legtöbbet büntetett érdi játékos a bajnokságban Szinyaté. Ma az első kiállítása a bajnokságban ez. A 12. ilyen szankció számára. Igaz, ezzel még messze van az éllovastól. A Békés Csabai Valfűs Mercedes 15-2 perces büntetéssel vezet ebben a statisztikai mutatóban. Azért kapta a második legkevesebb gólt a bajnokságban, míg a Vác 6. ebben. Most is 15 perc alatt mindössze 4-szer kapitulált Janurik. És Grignyeva, hiszen ne felejtjük el, hogy volt egy büntető gól is. A hátsó sora megint ragyogó az érnek. Harján, mi a megkülönböztetőben most? Kilivinyi. 7-es harcolt ki Mireja González. És jön Katarina Krüpeszezák. Az 50. érdi büntető a bajnokságban. 67%-os a mutatója, ami a hatékonyságot illeti a narancssárga alakulatnak. Javított Krüpeszezák! Megvan a 76. gólja a 12. meccsén, 6-4.
Ő volt a szerb válogatott legtöbb gólt szerző játékosa a világbajnokságon. A nyolcaddöntőben Hollandia ejtette ki déli szomszédunkat egy meglehetősen sima meccsen. 16 gólos volt a differencia. Jovetic, Szabó Laura védekezik az érdnél. Liszcsevic, Masic. Feketénél is lesz egy két perc. Hozzáteszem, hogy Hámori parádésan pördül le folyamatosan az emberekről. Minden egyes megindulásában benne van a kettő perces széje. 59 másodpercig kettős ember előny a Vácjavára. Hámori, leúzás Jovetichez, kiért rá Kisfaludi. Az első próbálkozás hárította az érdi csapat. Hámori, Jovetics sem kaphatta a szélen, Basics, Liszcsevics, megint várja Jovetics, Hámori lehúzza, Jovetics magasan fölé. Azonban ezek szerint volt egy kontakt közte és Kisfaludi között. Háromas ember elő. Nem állítom, hogy láttam, hogy mi történt, mert a remekül felszerelt Váci csarnokban kettő stáb próbál egy félstábnyi helyen elhelyezkedni. De talán önök többet láttak mindebből, hogy mi történt. A második ápolás a Váciaknál, előbb Liszcsevics, most Jovetics. Egyfajta kuriózum azért, amit látunk, valljuk meg. Nem hiszem, hogy van a hármas ember előnyre, illetve a hármas ember hátrányra külön kidolgozott figurája egyik vagy másik félnek. Maradt Tóth Eszer, mint ítélet végrehajtó. Nincs több hely egyébként a kiállításoknak a táblám. Kihagyja Tóth Eszer! Az ismétlés viszont beejti. 5-6. Háromból mindössze egy büntetőt abszolvált sikerrel a Vác. Ez azért megint az érdi mutatóra hajaz. Szabó Edin a kezében a tévető. Nem csodálom. Klivinyi. Klivinyi kap egyet a nyakára. Nyilván nem volt ellenére mindez, mert megy az idő. Szinyáté visszatér. Most már csak kettős ember hátrány az érdnél. Szinyáté. Klivinyi. Mireja González nem kaphatta. Szinyáté. Középen sikerült Krüpeszezákot is eltüntetni. Elég szelektív a látása Andorka és Hukker játékvezető párosnak. Klivinyi. Mireja González még lepattintja. Ez is hetes. Belülvédekezés a kiváltók. Pelcédert feddi meg Liszcsevics. Elég keményen teszem hozzá. A második érdi hetes. Krüpeszezák duplázhat. Bíró a vonalon. Kifog rajta Krüpeszezák. 7-5 a vendégcsapat javára. 2-es ember hátrányban talált be azért. 1-1-re hozza ezt a szériát. 15 másodperc múlva térhet vissza Fekete. Liszcsevics sodorta tovább. Szabad dobás. Jovetics teljesen tisztán. Nagyon eltolódott az érdi védelem. Hámori belelövi Janurikba. Aztán viszont kicsúszott a labdával Janurik Kinga a védés után. Előtte viszont Vukcevic faltolt. Kettős ember előnyből sem tudott akciógolt szerezni a Vác. És azért a 18 gól, amit érden szereztek, nem sok jóval kecsegtetett. Elsősorban az érd idényénylei játéka volt az, aminek köszönhette akkor a Vác a sikerét, a meg Uros Bregár kiváló videó elemzésének. Szinyáté! Klivinyi! Szinyáté! Kap a lövőkézére egyet Tóth Esztertől. Szabad dobás. Most kérte ki az idejét Szabó Edina. Akkor egyébként, amikor kiegészült az érdi csapat, a hármas ember hátrányát egy-egyre hozta, azért az nem kis produktum, és akkor elég árnyaltan fogalmaztam meg azt, hogy ez kifejezetten jó teljesítmény.
egy meccset játszottak le idáig. A nyitófordulóban a 2016-os esztendőben az FTC Rail Cargo Hungária 34-18-ra győzött a Moson Magyaróvár otthonában, Moson Szolnokon. A bajnoki címvédő alaposan bekezdett tehát az új évben. Velünk egy időben még további négy mérkőzés zajlik. A Békés Saba otthonába látogat a Siófok, a Győrvenél vendégszerepel a Fehérvár, Budaörsön teszi tiszteletét a Dunaújváros, míg az MTK otthonában debütál a Debrecen padján az élvonal legfrissebb kinevezett külföldi szakvezetője Tone Tiszej, akivel azért a hajdúságiak is komoly játékerőt képviselhetnek majd. Klivinyi. Kisfaludinak hát elég sok minden látszott, nyilván a szabályos védekezés miatt. Aztán Mireia González ezzel szemben egy falt. Pelcéderi a két perc. Ha nincs a hármas ember előnye a Vácnak, lehet ezért nem szórják ki. Ott a Katalin szórja az átkokat a zsűri asztalra. Visszafokozták vezetőedzőből másodedzővé. Mireia González egymaga a harmadik gólja. És ez is lehetett volna egy két perc Szótesszernél. Először három gól a különbség a 19. perc végén. Tóth, most támadásban is domborítania kéne. Hámori. Lucsevics fut be középre. Nem hozza le ember hátrányban a beállóját Bregár. Hámori. Gulyás. Szerette volna a második két percet Gulyásra kierőszakolni a Hámori. Nem kívánságműsor, mint látjuk. A labda sem pöttyös. Liszcsevics. Nagyon akkurátosak a bírók. De telt a kiállítás fele. Tóth Eszter, passzív játék. Liszcsevics, Mireia González mellett. Még egy szabad dobás belefér. Fanatizálja a védelmét az érdi edző. Liszcsevics felugrik bele a blokkba, Szinyaté védett. Ujjajjajjajjaj. Mireia González és Tóth Eszter ütközött. Még mindig nem veszik el a labdát, azért ez döbbenetes volt. Nagy nehezen észlelték, hogy mi történik. A pályán pedig Krüppel Szezák is három gólosak, úgy mint Mireia González. Nagyon ellépett az érdi csapat a Vásztól. Ki is kéri azt a másik oldalon is a szakvezető az első idejét. Ahhoz képest, hogy az első negyed órában a Vác vezetett 9-5 az érdnek. Jelentős változás, szó mi szó. És hát az MTK elleni vereség után is azért volt kivetni valója Bregárnak a csapat játékát illetően. Akkor vezetett a fél időben a Vác. A második játékrészben viszont mindössze 5 gólt szerzett. Golovinék ellenében az egy nagyon kínos kudarc volt, valljuk meg. És hát azért Gregorc hiányát említsük meg a védelemben, mert nélküle kevésbé hatékony a Váci hátsó sor, mint volt az őszi szezon korábbi periódusaiban. ...21 másodperc van még Pelcéder 2 perces szankciójából. Tóth Eszter, Basics. Eszter. Mireia Gonzálezen nem akart nagyon túljutni. Annak is örül, hogy leperegnek a kiállított játékos másodpercei. Jön vissza Pelcéder. Basics. Tóth Eszter. Hámori. Vukcevic megjátszhatatlan. Krüppel Szezák. Fantasztikus helyzetfelismerés. Kisfaludi. Mireia González. Jön Klivinyi, bíró. Az érdi gólok kétharmadát balkezesek szerezték egyébként.
nem tudtak most felzárkózni a jobbosok az akció végeztével. Besics mutat egy keresztet, ez a figura is nem azt jelenti, hogy lemondott a dolgokról. Csak bemutatja a lövést, Tóth Eszter, közbelül Janurik. Pattintott próbálkozás, Januriknak ez jutalom feladat. Öt-hat után egy 3-0-ás érdi roham. Szinyaté. Mireia González, Klivinyi. Krüpeszezák. Klivinyi húzza le a balszérre. Jöhet az újra tervezés. Szinyaté. Belövi. Bíró szeme közé. 5-10. 8 perccel a fél idő vége előtt. Másics. Janurik! Nem ért még vissza Szinyaté a támadással, azonban Janurik tesz róla, hogy ne legyen ebből probléma. Bőven 50% fölött világklasszis teljesítmény az érdi kapuban. Mireia González? Persze nyilván a védelmet is lehet méltatni a narancssárgáknál, mert nem sok tiszta lehetősége volt a Vácnak, amikor Januriknak védenie kellett. Klivinyi Másics mellett, balkézzel próbált gólt szerezni, szabad dobás. Sós védekezik kettesben. Szinyaté. Krüpeszezák bejön. A figura is. 5-11. A meccs előtt megjósolhatatlan volt, hogy mi történik majd. Most már azért több érv szól. Azért végső sikere mellett. Jó védekezés Gulyástól Sóson. Tóth Pelcéder. Pontatlan passz. Ezzel pedig végig mehet Fekete Bozsana. Másics nem éri utol. Bent van. A bal kapufa alsó lapjáról suhant be végül. 12-5. Döbbenetes differencia. 23 perc 38 másodperc elteltével már a második idejét égeti el Uras Bregár. Kevés jelzésértékűbb dolog van ennél a kézilabda pályán. És hát ami a Vácia folytatását illeti, az sem lesz azért egy egyszerű sztori, hiszen legközelebb az általam már említett Tone Tiszei debreceni bemutatkozásán vendégszerepelnek a Dunakanyariak majd január 8-án pénteken. Utána megint egy kelet-magyarországi túra jön a Békéssava otthonában. Majd jön a hazai pályán az FTC Rail Cargo Hungária. Végül pedig a januárt a bajnokságban a Győr ellen fejezik be idegenben. Azaz a jelenlegi nem kedvezőtlen pozíció a csapatnak, a hatodik hely komoly veszélybe kerülhet a hónap végére. És lesz még egy debreceni túrája majd az Ypres Center Vácnak, hiszen a Magyar Kupa legjobb 16 csapata között is a Lokival találkoznak majd. Liszcsevics. Jovetics. Ráugrott Szinyatéra, mehet tovább. Liszcsevics. Megjátszhatatlan volt Diana Jovetics érdemben. Szabad dobás. Csevics pozíciója nem volt megfelelő. Másics. Nagyon jó védekezés Hámorén. Van induló ember, neve azonban nem Fekete Bozsana, hiszen a védő Másics elcsaklissza előle. Másics hibája, Mireia González. Lelkes volt, viszont elváltotta magát így a védelem. Másics, lehúzás a balszélre, bent van. Lecserélte Pelcédert az edző, Szondi Zsófia a bal szélen. Visszafejlődött Bregár kezei alatt Szondi.
13-14-ben 30, 14-15-ben 67 gólja volt, most viszont sokkal kevesebb találat a neve mellett a bajnokságban. Mindössze ez volt a 15. gólja, a másik oldalon pedig Bíró fogta González lövését. Ez pedig bent van. 7-12, Hámorék. 2-0-ra hozza a második időkérés utáni szakaszt Uros Bregár csapata. Belül az első játékrész utolsó 5 percén. Klivinyi. Kijön a lécről. Bal szerencsés volt most Klivinyi. Lecseréli védekezésen Szabó Edina. Jön Gulyás. Szondi. Lábat ért a pattintott passz. Nem volt tudatos Szinyáté megmozdulása. Pasics. Liszczewicz. Liszczewicz és Szinyáté csatája középen brutális. A blokkról ment ki. Pasics. Liszczewicz. Keresztpassz Hámorihoz. Kegyelem szabad dobása Vácnak. Az érdi szurkolók már régóta passzívot látnak. A kékeken kívül nagyjából mindenki. Pasics. Most tették fel a kezüket. Pasics. Még időben teszi tovább Liszczewicz, Janurik bravúrja. Csak hogy büntetőt adnak a játékvezetők. Kisfaludi munkája miatt. A negyedik Váci hetes. Kettőt kihagyott Tóth Eszter. Úgyhogy próbál újítani az edző, jön Gróz. Megmaradt-e benne az őszi kudarc sorozat? Nem. Megtáncoltatja Grigyevát, aztán pedig belövi a 8. Váci gólt. A 25. hetese volt mindez, a 18. amit belőtt. Körpeszezák. Fekete! Kirúgja Bíró! A figurát végigvitte az érd, a befejezés hibázott. 2-15 még a játék részből. 4 gólos vendégelőny. Mireja González. Fantasztikus gól! Csutólagosan Liszczewicz azért lehet kaphatott volna itt valamit. A következetesek. Mireja González nagy napja a mai. 4 gólos. Jovetics. Hámori. Le tudta pöttyinteni Szondi, Janurik. Pedig megvolt a pozíciója Szondi Zsófiának. Klivinyi, Szinyáté, bevágja. 8-14. Mielőtt még a Vác közelebb jönne, azért csinál egy 2-0-ás szériát. Jovetics. Hangzatos sikerrel kezdheti az új évet Szabó Edina csapata, de hát nagyon messze még a vége. Foglalkozzunk a jelennel, Liszczewicz. Az elég gyenge alakítás volt. A francia bajnokságban ő is találkozott már Szinyátéval a Metz. Iszi Paris derbiken, ez viszont a fantasztikus passz. Liszczewicz kap szabadot. Egy érdi ellentámadás bizonyosan belefér még. Liszczewicz. Pasics előkészítés bele a blokkba. A sarokból jöhet a Vác. De nem ez a legnagyobb büntetés a csapat számára ebben a meccsen idáig. Jovetics. Hámori. Pasics, passzív játék, Janurik. A kipattanó viszont Vukcevicsé.
annyit mondtam, hogy bizonyosan lesz egy akciója az érnek. Az élet sok mindent felül tud írni. Jó egy percet támad a Vác már, és be is fejezheti az első játék rész. Liszcsevics, gyönyörű blokk. A kipattanó pedig Janurikban hal el. Hogy miért kap szabadobást a Vác, azt talán csak hukkerék tudják. Ráadásul lehet, hogy időn túli hetes lesz, nem hogy szabaddobás. És nem jöhet be Grigneva, nagyon akkurátos a zsűri asztal. Gróz második hetese. Janurik táncol. Elfektette Gróz nagyon. 9-14. Egy szívség tapasz a Váciak sebén, ami az első fél időben esett. Azért 5 góllal vezet a Dunakanyarban. Az első 30 perc után tehát Ipress Center Vác ért 9-14. Amikor a Vác hátrányban volt az első játékrész követően, mindig kikapott, amikor az Érd vezetett az első fél idő után, mindig győzött a bajnokságban. Ha a szériáknak hihetünk, akkor eldőlt a meccs, de tudjuk, hogy az élet azért nem tudja írni ezeket a variációkat. Azért kezdte egyébként a játékot, Kilivinyi irányít, a két átlövő González és Szinyaté, a szabálytalankodó fél pedig Hámori Consuela. Gyakorlatilag a kezdő sorával folytatja Szabó Edina csapata. Körbeszezák futott be, Mireia González alaposan fölé bombázott. Vasics. Hámori. Farkas. Szinyaté mellett nehéz. Jovetics. Hámori. Gulyás dölt ki. Ritka szimpatikus lány azért Jovetics, hogy egy pillanatra nem figyelt, hogy mit csinált. Gulyás a földön. Aztán most már túlélte a megpróbáltatásokat. Jön Liszcsevics. Nem biztos, hogy erősítés az első fél idei produktumát elnézve. Hiszen sem Vasics, sem Liszcsevics nem talált be. A Váciak közül eszedik két ilyen magasan fizetett légióstól vállalhatatlan produktum. Gulyás fogta meg a szerbet. Vasics. Hámori és Kliviny mehet tovább. Még nem passzív. Vasics. Hámori. Csak a passz próbálta a fekete. Kisfaludi. Mireia González. Létszámban megvan a Vác. Krüpeszezáknak pedig a labda. Talán most rendezik majd a sorokat a felek. Kaotikus két perc, gól nélkül. Kliviny. Mireia González Krüpeszezákhoz. Szimpla szabad. Jól védekezett Vukcevics. Kliviny. Szinyaté. Előkészítés Szinyaténak. Bepattintotta Mariama Szinyaté. 9-15. Szinyaté harmadik gólja. Hámori. Jovetics. Megpattant a blokkon Janurik. Szinyaténak összességében ez volt a 33. bajnoki gólja. Tavaly ehhez 27 meccs kellett neki, egy komplett szezon. Ez is ilyen illusztrálja, hogy mennyit javult. Belekap Januri. Jovetics pedig kezd el durradni. Egy éve igazolt a Váchoz Jovetics. Tavaly szülési szabadságát követően jött a szezon közben. Nagy vétel volt. González. Körbeszezák. Kliviny, nem figyelt Körbeszezák. A váci szurkolók nem értenek ezzel egyet, de az ok az, hogy sikerült eltüntetni a szélsőt. Szinyaté.
Klivinyi, ragyogó, 9-16, hogy cikázott át a védelmen Klivinyi. A harmadik találata volt. Farkas. Váltás a beállónál. Helenbai Fanni van ott most. Szinyatén. Farkas. Vasics, ezt most belőtte. Talpról töltés nélkül. Az első Váci gól a második fél idő 5. percében. Klivinyi. Nagy blokk, és aztán telibe találta ellenfelét Klivinyi. Könnyökét még hozzá. Hámori fájlalja ezen test részét. DNS Csilla és Dr. Pitz András egyébként az orvosi személyzet a Váciaknál. Kihordja Hámori a fájdalmait. Klivinyi, a labda az érdnél. Jönni fog Havronyina, Szabó Edina csapatába. Alig, hanem González lesz a lehozandó. Klivinyi, bevágja, elementáris elővel, 10-17. Hámori. Farkas ugrott rá a falra. Hogy csinálta meg Farkas Veronika? 11-17. Az első találata volt Farkasnak. De hát ez a különbség, ami az átlövő munkát illeti. González 4. Szinyáté is jól termel. 3-nál jár. Klivinyi megint csak 4. Másik oldalon Basics is. Hámori volt eredményes. Szinyáté pöccintése, kijött a lécről. Most nem tudott belemenni és kierőszakolni Krüpezs. Szlezák, Basics. Hámori. Szinyáté. Hámori. Közbelő, azonban könnyedén véd Janurik Farkas próbálkozásánál. Klivinyi. Szinyáté. A levegőből összeszedik Kisvaludi. Csavarból! Gyönyörű gól! A meccs gólja idáig Kisvaludi. Az első érdi beálló gól. Emlékezetes momentum. Lehet versenyezni, hogy Bregár vagy a potméter akad ki jobban ezen a gólom. Hámori. Farkas. Beálló megjátszhatatlan, Fekete. Klivinyivel együttes erővel szerel. Krüpezs Szezák. Zseniális volt, hogy összeszedte. Utána viszont nincsen semmi. Azért ez döbbenetes. Szondé letépi a mezét a támadónak, aki zicserben van. De hát a pályán maradhat. Tény, hogy lesznek új szabályok, ez nem tartozik azok közé. Januri kirúgja, ez pedig 7-es. Ilyen a következetesség, mondják az érdi szurkolók. Grinyava érkezik. Grósz harmadik büntetője. Ami pedig azt jelenti, hogy összességében a 6. Váci. Laza. 12-18. Havronyina a jobb átlövő. Klivinyi. Krüpezs Szezák.
Szinyáté teljesen tiszta. Klivinyi. Nem volt kontakt. Mínusz 5-re zárkózhat a Vác. Kiegyenlítheti a második játékrészt. Szondi megteszi. 13-18. Hát Szondinak mondjuk nem kéne a pályán lenni a Krüpes elleni faltja után. Zárójelbe zárva. Szinyáté. Ő pedig nem tud új lapot nyitni az érdi gólok fejezetében. Ez most egy olyan szakasz lehet, ami akár a meccsre is nagy hatással lehet. A szurkolótáborok kiegyenlített csatát vívnak. A csapatoknál egyelőre az Érda jobb. Sós a jobb átlövő. Farkas. Sós. Farkas alja a keresztfasz. Liszcsevic. Sós, megvan a rés. A gól is. 14-18. Klivinyi. Most kell az érdieknek higgadtnak maradnia. Maradniuk, mert a Vác megérezte a vérszagot. És mondom, úgy van mínusz 4-en a Vác, hogy Liszcsevic tán a legrosszabb Váci meccsét hozza. Ez azért jelzés értékű. Szinyáté kijön bíróról. Krüpec lezák, ez viszont bemegy. Amikor nagyon kell, megvillan a szerv. Negyvenedik perc. 14-19. Sós. Farkas. Sós. Vukcevic indította el a figurát az árásnál. Liszcsevic. Szimpla szabad. Farkas. Rossz passz. Lassan passzív lesz. Farkas. Többen kettő percet láttak. Nem minden alap nélkül, teszem hozzá. Farkas. De még mindig nem passzív. Most már az. Farkas. Alulról Ezener vált így. Gyors indulásra nincsen mód. Klivinyi. Gyorsan induló irányító viszont van. Klivinyi személyében Kisvaludi. Havranyina jön. Gulyás most a beálló. Előttem az utódom. Vukcevic a helyére érkező Gulyást fogja. És kap belőle gólt a Vác. Gulyás Vanda. 20-14. Nagyon elaludt Vukcevic. Liszcsevic csak előkészít Sósnak. Aki viszont zsinorban a második gólját lövi. 15-20. Pörög a meccs, szó. Borzasztó kevés gól született az első negyed órában. Az azt követő periódus viszont már sokkal termékenyebb a kapuk előtt. Klivinyi, Havranyina, bíró. Basics. Sós. Gyönyörű blokk Kisfaluditól. Előtte pedig lehet, hogy Gulyánség odaütött egyet Sósnak. Kikerült a Rédei már Sós család nevéből. A kézilabda helyett most már a média felé kacsintgat, ami a kapcsolatait illeti. Sós Viktória, de hagyjuk a bulvárt. Nézzük a szakmát. Sós. Liszcsevics. Sós. Nincs meg a harmadik gólja. Szinyáté blokkolt. Jovetic. Liszcsevics. Sós, Szinyáté. Liszcsevics, most passzív. Sós. Odaadta Krüpeszezáknak. Klivinyi. Liszcsevics utána nyúl, mehet tovább. Gulyás, összeszedi, belövi. És segít lehetett volna egy ütés miatt kettő percet adni.
Tehát általában úgy néz ki a második fél idő, hogy elmondom, mi a szabálykönyv, a játékvezetők pedig ítélnek amit. Sós, Gulyás két gólos, 15-21 a 43. percben. Egyel több időkérése van az Érdnek. Farkas. Vukcevic oszog a szaggatotton túl, Liszcevic, Sós. Szabad dobás. Nagyon fontos volt egyébként Sósnak a két villanása, mert egyébként nagyon leszakadt volna a Vác, amely így is azért tekintélyes távolságban az Érdtől. Sós. Lábat ér a labda. Liszcevic. Farkas. Bele a blokkba. A kipattanó viszont Liszcevicé. Marad a bíró keze fent. Farkas. Azaz lőnik el a Vácnak, Sós. Visszaállhat a 7 gólos különbség. Rotálhatja csapatát Szabó Edina, visszajön González, Varján váltja Klivinyit. Mireja González. Varján. Klivinyivel együtt távozott a Vácból, a Békéssebb a Szeged útvonalon jött ő Érdre. A kaput viszont egy rövidebb szakaszon találja meg. 15-22. Jovetic. Hámori visszatér. Sós fújhat egyet. Liszcevic. Farkas. Előkészítés Liszcevicnek az első gólját lövi. A 45. percen Krisztina Liszcevic. 16-22. Varján. Már 15 évesen ott volt egyébként a Vácia keretében az élvonalban. Mondtam a 15 éves, hát ez kb. Olyan szintű iba volt, hogy González nem tudta átvenni a labdát. Zárkózhat a Vác. Hámori. Farkas, Szinyaté. Első osztályú védőmunka. Vásics helyén Liszcevic. Hámori. Farkas. Liszcevicette tovább, Szinyátétól kap egyet, szabad dobás. Liszcevic. Vukcevic megpróbálta reprodukálni Kissaludi mozdulatát, nem jött be. Barján, Szinyáté. Belemenés. Hámori összeomlott, meghallotta a sívszót, felállt. Liszcevic. Jó blokk. Krüpes Szezák pedig próbál elszakadni a második rossz indítása Janoriknak. Előbb Besics, majd Hámori. Fosztotta meg a könnyű góltal az Érdet. Micsoda átadás volt Liszcevictől ez. Hetes. A 7. Váci büntető. Sok panasza nem lehet a játékvezetésre a hazai csapatnak. Gróz. Nem tudja kijutni Grigneva. 17-22. Szinyaté. Nyolc a második fél idő. Barján.
Grüppes Szezák átteszi még a bal kezébe, és úgy lövi be. Szenzációs. Ezt a szélső befutás nagyon érzi az érdi együttes, annál kevésbé a Váci. 23-17. Lassan azt kell mondjam, hogy a meccsen maradásért fog támadni az a alakulat. Liszcsevics. Hámori. Szondi. Farkas, senki nem mer lőni. Most viszont ez lehetőség, Szondi. Nem az ő hibája elsősorban, nem volt pontos labda, amit kapott. Krüppes Szezák. Kiperdült, kap egy szabad dobást. Szabó Edina szakítja meg a meccset. A 49. percben, tehát 2-2 időkérést égetett el a két szakvezető idáig. Mondtam már, hogy a Vácra milyen meccsek várnak. Az Érd klub kézilabda élvonalbeli történetének legsűrűbb hónapja ez a január, hiszen nem kevesebb, mint 8 meccse lesz az érdieknek. A mai kívül jön a jövő szombaton a KEK 8-at dönte a holland Davzen otthonában. Január 12-én kedden Győrött vendég szerepel az Érd, 16-án szombaton jön a nemzetközi kupa meccs visszavágója az Érd arénában. 4 nappal később a Békés Csabát fogadja az Érd, majd 24-én vasárnap a Budaörs érkezik ugyancsak Szabó Edináékhoz. A Magyar Kupában szintén nem kis túra vár a narancssárgákra, hiszen Csurgóra, Somogyországba utazik majd 27-én szerdán, még a hónapot január 31-én Moson-Magyaróváron zárja, egészen konkrétan Moson-Szolnokon, hiszen ugye vendégszerepel a csarnok elkészüléséig a Moson-Magyaróvár. Alig, hanem nem csak, hogy a legtöbb meccs, hanem a legtöbb kilométer is most lesz az érdiek lábába. González a jobb átlövő. Ugyansa beálló. Barján irányít, Szinyáté a bal átlövő. Körülbelül Szezák és Fekete a két szélen. Szinyáté. Lekopírozta Basicsot. Elég sajátos azért a bordással egy kézilabda csarnokban. Tán nem a 21. század illusztrációja. Liszcsevics jön támadni. Elég recsegős, ropogós egyelőre a Váci akció. Szondi. Hámori. Visszaütött egyet. Legalábbis Gulyás mozdulat sorából asszociálhatunk mindenre. Hámori. Gulyás tartotta meg. Passzív. Liszcsevics. Marad a hazaiaknál még. Liszcsevics. Megpattan a blokkon, sarokból jöhet a Vác. Belül az utolsó 10 percen. 17-23. Jöhetnek a vendégek. Kettőt cserél. Támadásból védekezésbe a Vác. Bukcsevics és Masi csak 2-3-as futott be. González. Szinyáté megtalálta a rést. Szabad dobás. Befagyott az eredményjelző 17-23-on. Szinyáté. Barján. Szabad dobás. Barján.
Tobias Róvá zárni. Szinyáté a kapus lábai között. 7 góllal vezet az Érde az 52. percben. Eldőlőben a meccs. Hámori. Kimegy Janurikról. Ki gondolta volna? Ragyogó formában Janurik Kinga. Barján. Mireja González. Ezek szerint hozzáért még bíró. És Kis Kálmánnak kell játéktérre érkeznie. Sérülés, zsenus helyzet az érdieknél. 8 perccel és 6 másodperccel vagyunk a meccs lefújása előtt egyébként. Most sem talpon Mireja González is. Utoljára hazai környezetben még a 2013-as bronz csatában nyert a Vác az Érd ellen, nem ma volt. És lehet, hogy a következő szezonra nyúlik ez a széria, amennyiben nem találkoznak vagy a negyed, vagy az elődöntőben, esetleg a bronz meccsen. Hámori lövését is Janurik fogja. Mireja González. Barján. Szinyeté. Keresztmozgás González és Szinyeté között. Pergeti a másodperceket azért. Barján. Lesz az ág. Barján. Szabad dobás. Barján. Passzív. Barján bevágja. Ha passzív, akkor ellövi. 17-25. A második gólja Barján Biancának talpról. Hámori. Most már talán nem túlzás azt mondani, hogy eldőlt a két pont sorsa. Liszcsevics. Ez nagy átadás volt, tegyük hozzá. Helenbai. 18-25. 6-10-7 gól a különbség. Szinyeté. A 6-10 nem a fejben való összeadás, hanem a hátra lévő időt jelezte. Barján. Kisfaludi jön vissza beállóba. Fekete összefutott Kisfaludival. Passzív. Basics. Liszcsevics, Janurik. És megvan az Érdnek a labda. Gulyás hallatlan lelkesedéssel gyűjtötte be. Klivinyi sugott valamit Szinyaténak. Aztán megmentette a labdát. Szinyaté. Kisfaludi. Sok lett volna a jóból a második csavargól. Szabad dobás. 5 percen belül 7 góllal megy az Érd. Klivinyi. Szinyaté. Klivinyi. Belemenést láttak. Hámori. Mindenáron Helenbainak kereste.
a passz lehetőséget. Szinyáti azonban kizárta ennek az opcióját. Liszczewicz. Basic, Szinyaté. Kikéri az utolsó idejét Uros Bregár, kevesebb így 4 perccel a meccs vége előtt. A szép búcsú reményében alig, ha nem. És hát említettem azt az ominózus örökmérleget, ami a két csapat között van. Az első 3 bajnoki meccsüket még a Vác nyerte meg 2010 szeptembere és 2011 szeptembere között. Utána viszont nem akármilyen negatív periódusa van a dunakanyari alakulatnak, hiszen alapszakasz mérkőzésen azóta nem tudott hazai pályán győzni. Azért ellenében ez pedig már egy 5 évre rugó széria, kizárólag a bronzmeccs Váci felvonása az 2013-ból, amikor itt a Dunakanyarban le tudta győzni a Vác az érdet. És amilyen jól indult a szezon a váciaknak, olyan rosszul folytatódik. Ezt most már nem túlzás kijelenteni. Kezd ellépni az első és a második után egy hármasból is. Nyilván a Fradi és a Győr kimagaslik, utána viszont a Siófok ért Dunaújváros trió kezdi leszakítani a Vácot, amely nem felfelé, hanem lefelé megy a Debrecen és a Fehérvár környékére. Labdaszerzés, Fekete, micsoda átadás! Fantasztikus találat, 18-26. Fekete azért most megcsillantott valamit a repertoárjából. Krüpeszezák fejezte be az akciót. Basics. És nyilván időkérés után eladni egy labdát, az azért sosem kedvező. Liszczewicz. Basic. Klivinyi. Belemenés gyanús volt. Takács Kitti kap jutalomperceket, kevesebb mint 3-at egész konkrétan. Kettő 30. Barján. Szinyaté. Most már valóban megvan a 26. érdi gól. Az előző találatot nem adták meg Fekete lépéshibája miatt. Szinyátétól viszont nem lehet elvenni ezt a gólt már. 26-18 a vendégcsapatnak. Szabó Laura van bent a védelemben. Újabb gesztus Szabó Edinától. Basic. Liszczewicz. Hámori. Hát mögötti átadás, Janurikról beperdült. Szondi jóval többet tesz hozzá egyébként a szélről csapat a játékához, mint Pelcéder. Klivinyi, szabad dobás. 100 másodperc van még vissza. És Bernard Dorinát is behozta Szabó Edina. Krüpeszezák fújhat egyet másfél perccel a vége előtt. Klivinyi. Szinyaté. Hámori fogta meg a franciát. Klivinyi. Pörgesek a végét hallhattuk Szabó Edinától. Klivinyi. Meghallotta. 19-27. Alulról test mellett. 8-al megy az érd, amikor kezdődik az utolsó perc. Hámori. Az érdi tábort hallják, de gondolom kitalálták. Basic. Jó passz beállóba. Gyilkos befejezés.
Helenbay sokkal aktívabb, mint volt Vukcevic a hatos vonalnál. Az Érdély az utolsó akció a meccsen. Fél perc van még vissza a találkozóból. Klivinyi. Előkészítés Mireia Gonzáleznek. Szinyeté. Bernát. Megtartotta még. 15 másodperc. Mireia González. Klivinyi passzív. González. Még fog egyet a kapus, de oldalt ment ki a labda. Van 5 másodperce az Érdnek, hogy megszerezze 28. gólját. Szinyeté, kirúgja bíró. Ez volt a meccs utolsó momentuma. Rangadónak indult, és érdi jutalomjátékká fajult ez a mérkőzés. Az első 15 perc végén 3-3 gólt szereztek a csapatok, utána viszont kiszakadt az érdiek gólzsákja, és 2011. szeptemberre óta továbbra sem tudott alapszakasz meccset nyerni hazai pályán a Vác Szabó Edina csapata ellen. Megvan tehát az érdiek 8. sikere a bajnokságban, azaz 67%-os Szabó Edináék mutatója. A Vácnak pedig ez a 6. veresége, azaz mindössze 50%-on állnak uras Bregárék, és alig ha nem leszakadnak a 3-tól 5. helyért vívott csatában, és inkább a 6-tól 8-dik, 6-tól 9-dik helyért kaparhatnak majd a Debrecen-Fehérvár MTK trióval. Mi legközelebb majd élvonalbeli meccsen találkozunk önökkel január 12-én, amikor is a Győr az Érdel mérkőzik, előtte pedig vár egy kek 8-döntő is Hollandiában az érdi lányokra január 9-én. Én már köszönöm szépen a figyelmüket Katona Szabolcs operatőr kollégám nevében, és Márkos Ádámot hallották, a végeredménnyel búcsúzom. Ipress Center Vác Érd 20-27, viszont hallásra. Csóba!